Bár hazánkban nem kötelező a gumicsere a járműveken, ha szakértők szerint fontos, hogy mindig az adott évszaknak megfelelő abroncsokkal közlekedjünk. Ősszel és télen a jó látásnak és láthatóságnak is nagyobb jelentősége van az utakon. Könnyebben történhet baleset, ha nem működnek kiválóan a járművek világító jelzőberendezései. Ideje elfelejtenünk a 20 fokos nappalokat, 10 fok fölé is már csak elvétve kúszik a hőmérő megköszöntött a hideg idő hazánkban. Össze rengeteg szó esik arról, miért is érdemes téli gumira váltani, sok autón azonban még így november végén is a nyári gumik vannak fenn. A legtöbb járművezető fejében a plusz 7 fokos napi átlag hőmérséklet él. Az ajánlások szerint ugyanis ez az az érték, ami alatt már mindenképpen érdemes lebonyolítani a cserét. Ám a szakemberek szerint ahelyett, hogy a hőmérőt és az előrejelzéseket nézegetnék a sofőrök, célszerű már október közepén végén gumikat váltaniuk még az igazán hideg napok beállta előtt. Az abrancs választék széles, a Bridgestone friss felmérése szerint a férfi és női autósok eltérő szempontok alapján hozzák meg a döntést. Új abroncsok vásárlásakor a férfiak mintegy 60 a elsősorban az interneten felelhető forrásokból tájékozódik, ezzel szemben a női kitöltő közel fele nyilatkozott, úgyhogy szívesebben hagyatkozik gumis szakemberek véleményére. A szervizekben mindenkit látnak tanácsokkal. Mi javasoljuk mindenféleképpen, hogy az adott megtett kilométerhez válaszol gumiabroncsot, és ehhez teszünk javaslatot is. Nyilván ez a levőnek az elfog, elfogultságán, vagy éppen hozzáállásán múlik, hogy melyiket fogadja el. A döntő többség az a hogy megfogadják ezt a tanácsot, amit javasolunk. Tehát kilométerhez és egy ár minőség arányt javasolva szerintem optimális tévéabroncsal lehet számolni. A legfontosabb, hogy mindig az évszaknak megfelelő gumikon közlekedjünk. A rendőrség egyébként a csere elmaradásáért nem büntethet, az ugyanis nem kötelező hazánkban. A Kressz ugyanakkor kimondja, hogy aki a közúti közlekedésben rész vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyon biztonságot ne veszélyeztesse. Másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon. A gumi cserén kívüli többi teendőről közben igen kevés szó esik pedig nem elég a gépet felkészíteni a rossz időre, a sofőröktől is kiemelt figyelmet követelnek a késő őszi téli körülmények. Elég egy apró figyelmetlenség és már is kész szabály figyelmeztet cikkében a pénzcentrum. Az útás gyakran csúszósá válhat, a sötétség és az egyre gyakrabban leszálló köt pedig próbára teszi az érzékszerveket. Ráadásul a szokásosnál fáradtabbnak érezhetjük magunkat. A vezetési képességekre is a reakcióidőre ez hátrányosan hat, melynek hatására növekedhet a közúti balesetek kockázata. A megváltozott időjárási körülmények más vezetési stílust is igényelnek. A rendőrség emellett azt is tanácsolja, hogy ebben az időszakban ne a megengedett maximális sebességgel közlekedjünk, hanem lassítsunk le, hogy biztonsággal meg lehessen állni egy hirtelen szituációban. Azzal is számoljunk, hogy a zord körülmények miatt sok esetben hosszabb lesz a menetidő a megszokottnál. A hatóság további javaslatairól, ajánlásaikról bővebben a következő beszélgetésben hallhatnak. Köszöntöm a stúdióban Szigszai hamér rendőről ezredest, a Szabolcs-Szakmáberek megyei baleset megelőzési bizottság titkárát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! beszéljünk, akkor először az autókról, aztán utána pedig a sofőrökről. Elhangzott, hogy ugye a gumicsere, nyári-téli nem kötelező Magyarországon. Mégis mi az, ami múlhat ezen? Nyilvánvalóan az múlik azon, hogy meg tudunk -e mondjuk egy gyalogátkelő hely előtt, vagy pedig már rácsúszunk a gyalogátkelő helyre. Métereket jelent egy téligumi? és téliguminál nem biztos, hogy csak abban kell gondolkodni, hogy téligumi gumi jellel el van látva. Ez a gumi ennek megfelelő öregségi szintje legyen, tehát ne legyen túl öreg ez a gumi, hiszen elveszti azt a tulajdonságát, ami miatt téli gumivá válik. Ez a puhasága tulajdonképpen nem keményedik fel, jobban fog tapadni, ugye idővel ezt el fogja veszteni, és az anyag minősége, az anyagösszetétel sokszor talán fontosabb, mint maga a mintázat. Ezt egyébként a gumigyártók tudják a legjobban, és anyagösszetételben változtatnak legtöbbször, így biztonságosabbá válik, nagyobb tapadásúvá válik a gumi. Nem csak a gumikra kell figyelni akkor, amikor évszakváltás következik, mi mindenre érdemes még akár költeni, vagy egyszerűen csak a karbantartásra odafigyelni. Azt hiszem, hogy egy gépjárműből nagyon sok pénzt lehet költeni, de a közlekedés biztonságot kell szem előtt tartani. Ez azt jelenti, hogy az alap dolgokat, de azt hiszem minden gépjárművezető, legalábbis bízom benne, tudja, hogy mik ezek. Ilyen például jó minőségű ablak lapát, hiszen egy rossz lapáttal, ha csíkozza, akármilyen drága folyadékot veszünk utána, bele ablakmosó folyadékot, csíkozni fog, nem fogunk rendesen látni, és ez akadályozni fog minket a biztonságos vezetésben. Egyébként az ablaktörlő lapátnak a gumiában nincsen különbség téli meg nyári üzemmód között, tehát az is felkeményedik, nem? tehát ezért tapasztaljuk akkor, amikor egy havas időben, vagy fagyás esetén egész másképp törölnek a, a Így pátok. van, akkor fogjuk észrevenni, egyébként nincsen, tehát ugyanazt az ablak lapátot veszük meg, amit nyáron nagyon szépen törölt, a nyári esőt szépen letörölte, az télen egy kis hideg hatására a megkeményedett gumi, az már bizony csíkot fog hagyni, nem beszélve arról, amikor mondjuk egy latyakos felverődés van az a szélvédőn, akkor az a csík bizony a kilátásban igencsak akadályozni fog. De hát az ablak is csak egy része ezeknek a biztonsági berendezéseknek. Nagyon sokan például nem figyelnek arra, hogy a fék folyadékot is cserélni kell. Illik megnézetni ennek a vizesedését, hiszen meg fognak változni a fékezési tulajdonságok, hamarabb fel fog forni tulajdonképpen az a fék folyadék és megint csak megnőhet a fékezéssel töltött idő, tehát a megállásig eltöltött idő. Ezek sokszor lehet, hogy csak centiméterben, vagy 10 centiméterekben mérhetőek, de amikor ez összeadódik, és egy gyalog átkelőhelynél az múlik rajta, hogy a gyalogost megütöttem, vagy nem ütöttem, tehát elütöttem-e, vagy nem, akkor bizony ezek nagyon sokat jelentenek. Ahogyan az is, hogy téli szélvédőmosó folyadékkal töltsük fel a tartályokat. Igen, és az sem biztos, hogy téli szélvédőmosó mosófolyadékok. Téliek. Nagyon sokszor tapasztalhatjuk, hogy megvesszük a szélvédőmosó folyadékot, rá van írva akár egy mínusz 40 fokos ö, tudásszint is. Ő valószínűleg tudja is majd ez a folyadék ezt a mínusz 40 fokot, azonban azt nem tudja, hogyha egy hideg időben ráspicceljük a szélvédőre, hogy ne kristályosodjon ki. Tehát ki kell tapasztalni igazándiból, és sokszor érdemesebb egy picivel több pénzt rááldozni egy jó minőségű ablak tőlő folyadékra, hogy ne a szemünk előtt kristályosodjon ki ez az anyag, és akadályozon meg minket a biztonságos vezetésben, hanem egy jó minőségűvel biztonságosan tudjunk vezetni. Mi a helyzet a lámpákkal, fényszórókkal? Hát itt is két része van a dolognak. E, nyilván az egy dolog, hogy megveszük a jó minőségű izzókat, az a másik, hogy ellenőrizni el őket elindulás előtt, hogy működnek-e. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem is lehet házi módon kicserélni az izzókat, szakszervízbe szükséges elvinni a gépjárművet, itt célszerű kicseréltetni, ha, ha, nem is minden reggel, amikor, amikor, indulunk, megnézzük, talán bocsánatos bűn, de azért, amikor állunk ki a garázsból, óhatatlanul mondjuk látjuk az, a, az garázs falán, hogy világít-e a berendezésünk. Tehát mindenképpen cseréljük ki jó minőségűre. Nem elég azonban az izzókat kicserélni, fontos azzal is törődni, hogy ne egy bemattult fényszóró üveg legyen az izzó előtt, hiszen a legdrágább izzót megvásárolva sem érünk el egy normális láthatóságot, egy normális fényviszonyt. Ezt is vagy házi módszerekkel, vagy pedig szakemberhez fordulva takarítassuk meg. Na, ami nagyon fontos, és már talán egy kicsit az ember is múlik rajta, ismerjük a gépjárművünket. Sajnos nagyon sokszor találkozunk olyan személyekkel, amikor megkérjük, hogy ellenőrizzük le, a gépjármű világítójelző berendezéseit egyszerűen nem tudja, hogy hol kell felkapcsolni a ködlámpáját, hol kell felkapcsolni, vagy mitől kapcsolódik fel, mondjuk egy tolatólámpa, triviális dolog, de nem mindenki tudja. Én úgy gondolom, hogy ha főleg, hogy egy új autót vesz az ember, még ha használt új autót, nekünk új autót is, akkor is érdemes belőlni és egy pár percet eltölteni az autóban ülve kapcsolgatva, piszkálgatva, ismerkedve. Ne a forgalom derüljön ki, hogy nem tudom leolvasztani a hátsó szélvédőt, nem tudom levenni a, a, fényszórót, vagy felkapcsolni a távolsági fényszórót, vagy a ködlámpát. Ezeknek rutinnak, rutinnál kell válni egy-egy adott autónál. Nyilván átülünk egy másik autóban, nem ott lesz, de a saját autónkat legalább ismerjük. És hát fontos, hogy a páratlanítás is működjön az autó testerében. Igen, az is egy nagyon fontos dolog. Vannak olyan autók, aminek idézőjelben betegség ez a párásodás. Erre megvannak a házi praktikák, de az internetvilágában egyébként, aki új a típusnál, az meg tudja az adott típus csoportnál keresni az internetnél, internetben, interneten, hogy mivel tud segíteni ezen? Nagyon fontos az, hogy ezek a berendezések működjenek, hiszen biztosítékkal működik, egy biztosíték kimenetele akár azt is jelenteti, hogy egy hátsó szélvédő abszolút párás marad. Nem fognak hátralátni egy tolatásnál, nagyon nehéz ezt tolatni, főleg akkor, hogyha mondjuk a külső visszapillantott tükrök nem fűtöttek, és ott sem fog látni. Ugyanilyen egyébként a, a ventilátormotornak az a működtetése, tehát működjön. Ismerjük azt, hogy milyen állásba kell állítani azt, hogy páramentesítés legyen mondjuk az első szélvédőn, az oldalsó szélvédőkön, tehát megint csak oda jutottunk, hogy a típus ismeret is nagyon fontos. Milyen más vezetési stílus, vagy miben igényel más vezetési stílust a téli üzemmód egy sofőrtől? Én azt gondolom, hogy mindenki vezessen úgy a téligumival és egy jó felkészített járművel, mint a nyári gumival menne még egy régi és akkor ebből nem lesz probléma. Fel kellene tudni készülni ezekre a megváltozott csúszós utakra, ez a legjobb módszer, hogyha megengedheti valaki magának, hogy egy, -egy ilyen tréningen részt vegyen. Hiszen nagyon nehéz előidézni azt a megcsúszást, amit egyébként vészhelyzetben majd korrigálnunk kell, és akár egy élet múlhat rajta. Elháríthatjuk a balesetet, ez csak a gyakorlás vezet. Lehet elméletben nagyon sokat készülni, de amikor megcsúszik az ember alatt a gépjármű, azt tudni kell, hogy az adott gépjárműnél milyen mozdulattal, milyen gázelvétellel fékezhetek-e, nem fékezhetek. Tehát nagyon sok metódusa van. Célszerű akár karácsonyi ajándékként is kérni egy ilyen vezetéstechnikai tréninget, és nagyon sokat fog számítani, hiszen lehet, hogy ez a karácsonyi ajándék az a család életét menti meg, vagy pedig haza fognak tudni jönni úgy egy nyaralásból, hogy nem történt, a apa elkerülte, vagy anya elkerülte a balesetet, és haza tudott jönni mondjuk egy külföldi országból a nélkül, hogy megsérüljön a gépjármű, vagy akár ők is. Mert hogy igazából ez a végső cél, és nem az, hogy a büntetéseket elkerüljük. Mindenképpen. Bár számítani kell szankciókra is. Nyilván legvégső eset, amikor már nem használ semmi idézőjelben, akkor muszáj valamiféle szankciót alkalmazni. Vannak olyan emberek, akik semmi másból sajnos nem értenek. Milyen büntetési tételekre kell számítani egyáltalán? Mi az, amit néz egy rendőr, amikor leállít valakit? Alapvetően főleg a láthatósági dolgoknál figyelmeztetés eszközével élnek a kollégáim, illetve mi. Ez a rendőri figyelmeztetés azért azt tudni kell, hogy ez nem úgy van, mint régen ez a nana, és semmiféle további következménye nincs. Ez rögzítésre kerül egy informatikai rendszerben, és akár következő igazoltatáskor lehívható. Tehát ha valakivel szemben mondjuk már valamiért figyelmeztetést alkalmaztak, azt ha a kollega utána járkom, látja, hogy már egyszer ezért szóltak, tehát másodjára nem célszerű. Érte, hanem a fokozatosság elvét betartva valamiféle egyéb szankciót kell majd alkalmazni. Nyilván a rendőr a helyszínen eldönt, hogy figyelmeztet, helyszínbírságol vagy feljelent. Ez mindig az adott szabálysértés súlyának megfelelő lesz. Ha már egyszer szót és figyelmeztetett, akkor a következő az a helyszíni bírság, ami 5000 forinttól 20.000 forintig terjedhet. Nyilván itt is a szankció majd a cselekmény súlyának megfelelő lesz. Nem feltétlenül 20 forinttal lesz ez kezdve de hogyha valaki nem tanulta a figyelmeztetésből, akkor nyilván valamiféle idézőjebb ösztönzést kell alkalmazni. Hogyha ez sem használt, akkor nyilván lesz a feljelentés, vagy hogyha nem fogadja el a helyszínbírságot az illető, akkor a rendőr feljelenti, és a szabálysértési hatóság sok minden figyelembevételével fog dönteni az összegről. Akár azért is kaphatunk figyelmeztetést, ilyen rögzített figyelmeztetést, ha mondjuk nem kapadjuk legondosan a jeget a szélvédőről? Bizonyos esetekben igen, tehát hogyha az a közlekedés biztonságára veszélyes, ugye van a Kressz 3 paragrafus egy cél, úgy kell közlekedni, hogy a személyi biztonságot ne veszélyeztessük, beleférhet és figyelmeztethet érte a rendőr. Igen, tehát az, aki mondjuk harckocsizónak gondolja magát, és csak egy csíkot kapart élen, lustaságból, bármilyen más okból kifolyólag, valamilyen úton, módon tudatosítani kell benne, hogy nem csak a saját életével, hanem sok mindenki más életével is játszik. És mint mondottam, nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem az a célunk, hogy várjon kettő percet, olvassza le azt a jégréteget, kaparja le nagyon jó jégkaparókat, nagyon jó jégoldókat lehet vásárolni, akkor szálljon rá pár száz forinttal többet, takarítsa le, és úgy közlekedjen. Tudom, rohanunk, de érjünk oda. Tehát perckel kell kelni télen, magyarul. Mégs az sem biztos, használjunk jó eszközöket, <laughs> és mondom, az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Tehát ha rohanunk is, rohanhatunk, de észszel. És érjünk haza. És érjünk haza. Köszönjük szépen a jó tanácsokat. Nagyon szívesen.